Ma hangról, audióról fogunk beszélni, és egy nagyon-nagyon különleges szereplőnk jön, egy olyan terméket szeretnék bemutatni neked, amit a Zoom most adott ki, ez egy új 32 bit flótos audio interfész. Olyan sok szinten változtatja meg, hogy mire leszünk képesek, és el fogom neked mondani, hogy pontosan mire gondolok. A specifikációt átbeszéljük, hangtesztet csinálunk, úgyhogy mindenféleképpen nézd végig a videót, ez egy rövid, informatív lesz. Kezdjük el, de előtte intro. A Zoom nemrég mutatta be az UAC-232-t, ami egy 32 bites float audio interfész, két csatornás inputokkal, XLR és TRS combo jackekkel rendelkezik. Ez az iparágban az első olyan interfész, és ez emeli túl az egész konkurencián, mert 32 bites float technológiával van felszerelve, ami azt jelenti, hogy a legkiválóbb hangminőséget tudjuk felvenni, és ez egy nagyon széles, dinamikus tartományt ad, és nagyon-nagyon alacsony lesz ezáltal az a hang vagy zaj tényező, ami egyáltalán keletkezik, de lehet, hogy semmi sem fog. Ha te is olyan izgatott vagy ezek iránt, a funkciók iránt, mint én, akkor kérlek, lájkold be ezt a videót, nagyon sokat segítene. Nem tudom eléggé kiemelni azt, hogy mekkora érték az, hogy 32 bites floatba tudunk felvenni, azon túl, hogy 192 kHz-es rátát kaphatunk, hogy nagyobb ugye maga az a mélység, amin felvehetünk, de a legjobb dolog, hogy nem kell a gaint, kvázi a hangerőt beállítanunk, és ennek a haszna az, hogy nyugodtak lehetünk, hogy az audiónk, a hang, amit felveszünk, sosem lesz túl hangos, vagy túl halk, hanem teljesen tiszta, éles lesz. Maga a felépítése az eszköznek nagyon jó, magas minőségű, ez az industriális dizájn nekem nagyon tetszik, mindegyik csatornát külön nézhetjük és beállíthatunk például Phantom erőt rá, lehet, hogy nem Phantom erőnek hívják, Phantom táp, elnézést a hanglisért, néha így oda-vissza kapcsolok, de még kapsz amúgy egy fő visszahallgatást is, meg ugye egy fejhallgatónak is, ami egy direkt monitorozást biztosít, és MIDI in and out-ot. Az audio teszthez játszunk egyet, fel fogok olvasni valamit halkan és hangosan, és összehasonlítjuk egy nem 32 bit floathoz, úgyhogy nézzük is meg. A titok, amit elmondok, az, hogy ez a funkció nagyon király. A titok, amit elmondok neked, hogy ez a funkció nagyon király. Most, hogyha megnézed maga a hanghullámokat, láthatod, hogy milyen kiegyensúlyozott a 32 bites float, minden ugyanolyan szinten van, míg a nem 32 bites, az látszik, hogy valahol túlhalk, vagy valahol klippel. És pontosan ezért nagyon durva nekem ez az eszköz. De te mit gondolsz? Te is érzed ezt az erős hozzáadott értéket? Kicserélnéd a saját audio interfészedet? Kezdjünk el beszélgetni a komment szekcióban. Egy dolog, amikről nem beszéltünk, hogy milyen mikrofonnal veszem fel mindezt, és ez nem más, mint a Sennheisernek az MKH-416-ose. Hiszen egy dolog, hogy van audio interfészünk, de kell egy nagyon jó mikrofon is, úgyhogy itt van két mikrofon, a Sennheiser, illetve a legendás Shure SM7B. Ha gondolod, nézd meg a dedikált review-imat róla, lájkolj, kommentelj, ha nem iratkoztál volna fel, tedd meg a kis csengővel együtt, és emajd találkozunk a következő videóban, például ezekbe, klikk! Köszi, szia, sziasztok!